Mondtuk, hogy a család társas dimenziójában is együtt kell működni továbbiakban is. Ezek a gyerekhez kapcsolódó társas események, de kifejezetten a gyerekhez kapcsolódóak, tehát együtt meg kell jelennetek mindazokon a fórumokon, ahol mint szülők jelentek meg. Akkor is, hogyha a külön asztalhoz ültök, vagy külön széksorba. Az a lényeg, hogy legyetek jelen, de vegyetek előtt magatokon, attól még nem kell érintkezni, hiszen ezek általában olyanok. De úgy, ahogy majd ott lesztek a gyerek esküvőjén is, mert akkor lesz az rendes ünnep, úgy legyetek ott az ovis szülői értekezleteken is, meg az iskolaiakon is, meg az iskolai ünnepségeken is. Tehát mindazokon a helyeken, ahol a gyerek és a kortárs közösség szülőket lát vendégül. Megint más dolog a családi, mert ugye ott egy félő, hogy visszafertőződik a konfliktus, tehát az nagyon-nagyon egyéni. Általában azt mondjuk, hogyha mondjuk a gyereknek van két szülinapja, akkor az ünnepelődjön meg a Kossuth utcában is, meg a Széchenyi utcában is. Azt mondjuk, hogy a karácsony az egy olyan ünnep, ami szerencsére több napos, és ezért ünnepelődjön meg a Kossuth utcában is, a Széchenyi utcában is, meg alsón is, meg felsőn is, ahol a nagyszülők laknak. Csak az a lényeg, hogy ez a gyerek számára egy teljesen megváltoztathatatlan, biztos programpontként legyen beírva az internetes közös naptárba.